Sziasztok! Ez most egy újabb kutyasétáltatós videó lesz, mert hogy egész nap annyira sűrű a programom, hogy egyébként nem lenne időm videót készíteni. Nem tudom, nektek milyen tapasztalataitok vannak. Nekem egyetemen volt néhány olyan tanárom, akire nem csak azért néztem fel, mert hogy kiváló szakembernek tartottam őket, de azért is, mert nagyszerű órákat tartottak, és olyan érzékletesen tudtak beszélni a saját kutatási területeikről, hogy az valami eszméletlenül magával ragadó volt. A gond csak az, hogy a hangsúly akár a néhányon is lehetett volna. Ez egy reál szakom volt. Amikor AEK-ra jártam, ott már sokkal jobb volt az arány. Persze, ahogy mondani szokták, szóból él a jogász. Persze ez akár mintavételi hiba is lehetett volna, hiszen mindössze két képzésről van szó. Tehát írjátok meg ti is a véleményeiteket odalenn kommentben, különösen, hogyha műszakira, TTK-ra vagy egyéb reál területre jártok. Ja és természetesen elsősorban a pozitív példákra vagyok kíváncsi, úgyhogy írjátok meg, hogy kik azok a tanárok, akik szerintetek megfelelnek egy jó egyetemi oktató követelményeinek. És hogy miért vetettem fel most ezt a témát, annak természetesen van egy apropója. Nagyon örülök ugyanis annak, hogy egyre több olyan kezdeményezés van, amely azt célozza, hogy a reál szakokon hallgató egyetemisták úgy kerüljenek ki a képzésből, hogy egyébként ezeket az egyéb készségeiket is fejlesztik valamennyire. És ez szerintem rendkívül hasznos. Ilyen például a már második éve megrendezésre kerülő országos tudománykommunikációs verseny, a Szindikátor. Erre az úgynevezett STEM területeken tanuló egyetemisták, illetve PhD hallgatók jelentkezhetnek, és aki bekerül ebbe a programba, az már nagyon sokat nyert. Kezdjük rögtön azzal, hogy lesz egy kommunikációs képzés, ahol olyan emberek fognak majd tanítani, mint például az Indextech és Tudomány rovatának vezetője Stöckert Gábor, a Moment tanító Orlai Balázs, és nos, nagyon örülök annak, hogy a tavalyiak után az idén is újra felkértek engem is. Ezen a mentorprogramon kívül egy fantasztikus kapcsolatépítési lehetőséget is kaptok, ráadásul az egész programnak a végén egy science show keretében a nagy közönségnek számolhattok be a projektjeitekről, és itt dől majd el, hogy ki lesz az év szindikátora. És ha nagyon telesoposra szeretném venni a figurát, akkor azt mondanám, hogy és ez még nem minden. Ugyanis a szindikátor program szervezői, a Nők a Tudományban Egyesület nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mindenki személyre szabott élményt kapjon ennek a programnak a során, sőt, utána is. Például a díjakat és a nyereményeket tavaly is mindig az egyes résztvevőkhöz igazították, körülbelül olyan ez, mint amikor karácsonyra próbálsz megfelelő ajándékot találni valakinek. Tehát ahogy a csoportos foglalkozásokon, illetve az egyéni konzultációkon egyre jobban ismerjük meg egymást, egyre inkább van egy elképzelésünk arról, hogy mi is az, aminek igazán örülnétek, és ehhez megpróbálják a megfelelő szponzort, illetve szakmai kapcsolatokat felhajtani. És tavaly mindenki nagyon-nagyon-nagyon örült a nyereményének. És nem csak az első helyezett, aki történetesen New Yorkba ment. Egyébként a tavalyi döntősökkel forgattunk egy videót, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok az élményeikre és a tapasztalataitokra, akkor a linket természetesen berakom a videó alá. Ráadásul a program vége után sem engedik el a kezeteket, például a tavalyi döntősök jelenleg is egy mentorprogramon vesznek részt. A jelentkezéshez a linket berakom a videó alá, szóval jelentkezzetek szindikátornak, vagy osszátok meg ezt az információt azokkal, akiket szerintetek érdekelhet. Sziasztok!